Harmadosztályú országos tollaslabda ranglista versenyt rendezett a Danubius KSE. U13-as és U15-ös sportolókat láttak vendégül a Szent Pantaleimon iskola tornatermében. A fiatal sportolók egyéni és páros mérkőzéseket is játszottak, mindenki legalább négyszer pályára lépett a hétvégén. Nevezőkből is szép számmal akadt még annak ellenére is, hogy többen lebetegedtek. A jó hangulatú mérkőzés napon Varga Gabriellával beszélgettünk. Mai napon itt a Szent Pantaleimon Görögkatökös általános iskolában egy U13-as, U15-ös harmadosztályú országos ranglista verseny van igazolt játékosok számára. 6 versenyszámot rendezünk, U13 fiú egyéni lány egyéni, U15 fiú egyéni lány egyéni és U15 fiú páros lány páros. A Danubius KSE kötelékéből több versenyző is ütőt ragadott, hogy ki a maga szintjén a saját elérhető céljaiért szálljon harcba. Varga Gabriella róluk is beszélt. Elindult U13 leány egyénében a Tápai Panna és a Jakab Jócsi, meg 15 leány párosba, U15 leány egyénében a Gyalus Hanna, meg U15 leány párosba egy másik klub versenyzőjével, U15 fiú egyéniben a Jónás Patrik és a Tóth Áron, és U15 fiú párosba. Mindenkit önmagához mérünk. Ugye nem lehet azt, aki mondjuk 3 éve versenyez, ahhoz hasonlítani, aki 6 éve versenyez. Valakitől dobogót várunk, valakitől pedig azt várjuk, hogy szettet nyerjen. Hiszen akkor fog úgy kiszállni a nap végén, hogy ő úgy érzi, hogy továbbra is van kedve, és szívesen csinálja ezt a sportágat. Az egyesület számára egyébként mozgalmasan indult az esztendő első néhány hete. A folytatásban sem lesz hiány a versenyekből, és mivel a helyi játékos bázis igen népes, azért van munka bőven a fiatalokkal. Tavaly az országos döntő heten voltunk, ha ez a szám növekszik, 1-2 fővel, akkor nyilván boldogok vagyunk. Itt a Szent Pantaleimon iskolában nagyon-nagyon-nagyon sok gyermekünk van, tehát létszámgondunk nincs. A fejlődés mértéke az változó, de én szerintem ez a mai világban már minden sportágban így van, hogy a digitalizált gyermeknek a tartós figyelme az mérsékelt. Úgyhogy amíg János bácsi 2-3 hónap alatt megtanított a tenyeres emelést, sokszor még 2 év után is fogja a fejét, hogy mi történik a pályán, úgyhogy nagyon nagy türelem szükséges edzői szintről. A látottak alapján úgy tűnik, nagyon sok fiatal választja mindennapos mozgásformának a tollaslabdát. Ami nem meglepő, hiszen edzésre és versenyzésre is van lehetőség a Danubius KSE berkein belül.